Jó estét kívánok kedves nézőinknek! Önök az Oxigén Televízió esti hír összefoglaló műsorát látják január 11-én hétfőn. Január 1-én elindult a kárrendezési alap, amely a kvesztor károsultakat kártalanítja. Államilag támogatott mérnökképzést indítana az Edutus Főiskola Tatabányán, és utolsó mérkőzését játszotta Drót Zoltán a Rába Eto színeiben. A részleteket azonnal mondjuk, de előbb mutatjuk, mi lesz még mai adásunkban. Gyűlnek a karácsonyfák városszerte a gyűjtőpontokon, mivel a fákat újrahasznosítják, minden díszt le kell szedni róluk kidobás előtt. Visszatekintünk az elmúlt hetek legfontosabb eseményeire is. Megmutatjuk például a 2016-os év első kisbabáját, aki éppen Győrben látta meg a napvilágot. Nagy csatában 22-20-ra győzte le a győri Audi Eto KC a Budusnos Podgorica együttesét a női kézilabda bajnokok ligájában. A meccs után a főszereplők értékeltek kameránk előtt. És a hétvégére újra megjöhet a hó térségünkbe, addig azonban nem kell csapadékra számítani, adásunk végén mondjuk a részleteket. Január 1-ével megkezdte működését a kárrendezési alap. A kárrendezési törvény alapján ez végzi a kvesztor és Hungária kötvényes károsultak kárrendezését. Azoknak a kvesztor kötvényeseknek, akik korábban a kvesztor károsultak kárrendezési alapjához igényüket határidőben benyújtották, nincs már teendőjük. Az ő kérelmüket a törvény értelmében az új alap automatikusan átvette. Erről levélben tájékoztatást is fog kapni minden érintett. Az új igénylő 2016. február 15-ig nyújthatják be kérelmüket az alap felé. 78 ingyenes fenyőgyűjtőpontot helyezett ki a Győrszól Győrben. Sokan már a két ünnep között kidobták karácsonyfájukat, a gyűjtőhelyekre pedig egészen január végéig lehet vinni azokat. A városüzemeltető az újrahasznosítás miatt azt kéri, mindenki díszek nélkül hagyja fenyőjét a lerakókban. Nagy kupacban állnak az egykori karácsonyfák a Kálvária úti gyűjtőhelyen. Az első fenyőket már a két ünnep között kidobták. Az ingyenes fenyőgyűjtőhelyeket a Győrszól már karácsonykor kihelyezte. Belvárosban ketrecek vannak, a lakótelepeken, a megszokott helyeken pedig egy táblával jelöltük a gyűjtőhelyeket. Tehát az ünnepek után az első néhány fa már megérkezett a gyűjtőhelyekre, utána pedig vízkereszt utáni hétvégén jött a fenyőfáknak több mint fele a gyűjtőhelyekre. Természetesen a kollégák folyamatosan ürítik a helyeket. Január végéig biztosítjuk ezt a szolgáltatást, a maradék fa legnagyobb része azért január végéig, február első napjáig megérkeznek a gyűjtőhelyekre, és gyakorlatilag ez a kampánymunka ezzel véget is ér. A Győrszól egy szezonban körülbelül 35-40 ezer karácsonyfát szállít el, fontos azonban, hogy a fenyők díszítés nélkül kerüljenek a gyűjtőhelyekre. A szaloncukros papírokat, a gömböket, a különböző díszeket, fényfűzéreket, karácsonyfatalpat lehetőség szerint mindenki szedje le. Azért van ennek jelentősége, hiszen az országban példamutató módon a Győrszól ZRT, mit összegyűjt a közterületi helyekről, ezt a 35-40 ezer karácsonyfát azt újrahasznosítja, Lékolcsi komposztálóba kerül, és egy előkezelés után ez a nagy mennyiségű zöld hulladék, ebből komposzt készül, és visszaforgatjuk a természetnek a körforgásába. A díszektől megfosztott, apróra vágott fenyőket a barna fedeles biokukákba is ki lehet dobni. A háztartási hulladék számára fenntartott kukák mellé helyezett fákat azonban nem szállítja el a Győrszól. Államilag támogatott mérnökképzés indításáról tárgyalt Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkár és Schmidt Csaba Tatabánya polgármestere. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma, az önkormányzat, valamint az Edutus Főiskola együtt szeretné beindítani a megyeszékhelyen a mérnök és mérnök informatikus szakképzést. A tervet duális képzés keretében szeretnék megvalósítani, vagyis a megye vállalataival együttműködve. A megbeszélésen szóba került a bölcsődei pedagógusok felsőoktatási képzésének elindítása is. Szemtanúk jelentkezését várja a rendőrség egy pénteki balesettel kapcsolatban. Január 8-án délután 2:30 Tatán a Naszályi úton a Naszály felé tartó autóbusz egy segédmotor kerékpár előzésébe kezdett. Előzés közben a robogó vezetője járművét balra kormányozta, így összeütközött a busszal. A segédmotor kerékpár vezetője a helyszínen életét vesztette.
A rendőrség kéri, hogy aki látta a balesetet, vagy bármilyen információval rendelkezik a balesetről, jelentkezzen. Híradónkban visszatekintünk azokra az eseményekre is, amelyek az ünnepek alatt történtek régiókban. Így szó lesz arról is, hogy a győri Németné és Stuyber Diana és férje lettek az év első szülői. Kisfiúk Németh Noel pedig 2016-ban az ország legelső babája. A 24 éves anyuka 0 óra 18 perckor hozta világra első gyermekét. A család legfiatalabb tagja 3480 grammal és 53 centiméterrel született. Igaz, karácsonyi gyermeknek várták, a kisjövevény még egy hetet váratott magára. Az újszülöttet az ismerősökön kívül az Országgyűlés Népesedés Politikai Albizottságának elnöke Novák Előd is meglátogatta. A boldog kismamát pedig egy ajándékcsomaggal köszöntötte. Fölraktam a képeket, tegnap készült képeket, és egy ismerős odaírta, hogy gratulálunk az ország első babájának. Azt nem tudom, honnan vette. És akkor elkezdtem az interneten keresgetni, és akkor mondom, ez nem hiszem el. Hát úgyhogy ez még albatoltán. De mindegy, csak egészséges ez a lényeg. Így tudta meg Németh Gábor, hogy az ő gyermeke lett a 2016-os év legelső babája. Egészségben pedig nincs hiány. A kis Noel 3480 grammal és 53 centivel született. Az édesanyja hiába várta már karácsonyra a gyermeket, az újszülött még bő egy hetet váratott magára. Hát miután már 23-án nem jött ki, azért mondták, hogy nem valószínű, hogy meg lesz karácsonykor. Így, hogy mindig kellett orvoshoz menni, ott mondták, hogy ne nagyon számítsunk rá mostanában. Nem csak az ifjú házasok várták türelmetlenül a kisfiút. A rokonok a kórház folyosóján töltötték a szilvesztert, hogy le ne maradjanak a nagy pillanatról. Köztük volt a gyermek keresztapja, Lencse Tamás is. 23-án volt kérve a dia, ugye nem lett meg 23-án, és a karácsonykor, így már nagyon szolid tudtuk. Szóval úgy is készültünk szilveszterkor, hogy nagyon nem ilyen szolid bulit csinálunk, és akkor, ha valami van, akkor így akkor egyből futunk. Így is lett. Este 4-11-kor futottunk. Aztán nem is kellett sokat várni, hiszen alig 2 óra múlva Németh Noel 0 óra 18 perckor megszületett. És mint később kiderült, így az újszülött az ország első kisbabája lett a 2016-os évben. Az ismerősökön kívül így az Országgyűlés Népesedés Politikai Albizottságának elnöke Novák Előd is meglátogatta. A nők életkorával exponenciálisan nőnek az egészségügyi kockázatok, különösen Down-kor és a már sajnos népbetegségnek minősíthető meddőség is. Épp ezért minél előbb szülnek, annál jobb, ezért is példaértékű, hogy már ilyen fiatalon, 24 évesen az első gyermekét megszülte ez az édesanyja, akinek gyermekét büszkén mutatta meg nekünk. Örülök, hogy az Országgyűlés Népesedés Politikai Albizottságának elnökeként köszönthettem a gyermeket, az édesanyát, és az édesapának is gratulálva, közös örömökből részt véve most az egész ország ünnepelheti ezt a közkincset, mint egyébként minden gyermek annak minősíthető. Igaz, az apás szülést az utolsó pillanatban a kismama lefújta, így is nagy örömmel vették a hírt, hogy az új évben ők lettek először szülők az országban. Az a kislány is jól van, aki a győri mentőállomáson született. A várandós feleségét szállító apuka telefonált be a mentőkhöz, hogy nem fognak elérni a kórházig. Így a mentőállomáson vezették le a szülést. Ilyenre még nem volt példa az állomás történetében. Itt, a győri mentőállomáson hozta világra gyermekét egy nő. Férjével indultak a kórházba, de mivel a szülés megindult, úgy döntöttek, hogy felhívják inkább a mentőállomást, és arra felé veszik az irányt. Bár a mentősöket is váratlanul érte a helyzet, az ügyeletesek levezették a szülést. Mi már vártuk, az éjszakás személyzet már kint fogadta az utcán. Egy gyors állapot felmérés követően hordággyal úgy döntöttek, hogy idehozzák az ambulanciára, és nem viszik a kórházba. Jól döntöttek, ugyanis nem sokkal később egy érett, fejlett, egészséges kislánynak adtak életet, és hát ezzel volt hangos a mentőállomás. Ilyenre egyébként a győri mentőállomás életében nem volt még példa. A Lili névre hallgató kislány és édesanyja mindketten jól vannak. Nagy családban élő nehéz sorsú gyerekek számára szervezett élménynapot az Ozon FM. Testvérrádiónk 20 fiatalt látott vendégül, akik a moziba, gyorsétterembe, cukrászdába és még az ugriparkba is eljuthattak. A programok a Műjégpályán kezdődtek, ahol az Ozon FM két műsorvezetője is korcsolyát húzott a lábára a gyerekek kedvéért.
Korcsolyázni készülődnek a gyerekek. A nagy családban élő, nehéz sorsú fiatalokból álló csapat az Ozon FM vendége volt egy napra. A műjégpálya volt az első állomás. Megyünk moziba, a ugripart, most itt vagyunk a korcsolypályán. Volt, akinek először volt a lábán korcsolya. Ők Ládai Lóránt jégkorong edző gyors talpalója után mehettek a jégre. Fenék lent, korítjuk, fordítjuk egy kicsit, jó? Elkezdünk lépegetni. Saját magától el fog indulni a történet. Egymásra ne kapaszkodjatok, jó? És amikor megyünk be, mindenki adja a kezét, a kisebbekről beszélek, és szélre fölengedem a jégre. Bizonytalanok az első lépések. Az Ozon FM műsorvezetői Kovács Ákos és Hásvai István is csak egy kis segítséggel tették meg az első métereket. István azt mondta, nem húz túl gyakran korcsolyát a lábára, a gyerekek kedvéért azonban kivételt tett. Egyértelműen, bár régóta gondolkodtam rajta, hogy a korcsolyát ki kéne próbálni, nem tudtam, hogy ennyire béna vagyok hozzá. A gyerekek pedig nagyon élvezik, sokkal jobban csinálják, mint én, és én remélem, hogy senkire nem fogok ráesni ma. Az Ozon FM 20 gyereket látott vendégül, akiket a beérkező levelek és e-mailek alapján választottak ki. Szigeti Aszódi Szilvia, az Oxygen Media marketing vezetője azt mondta, egy olyan élménynapot szerettek volna szervezni a fiataloknak, amire talán egy egész életen át emlékezni fognak. Sajnos most már azt veszi észre az ember, hogy a karácsony az arról szól, hogy minél többet vásárolj, minél többet költs. Az Oxygen Médiánál mi abszolút nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy mi adjunk, és a rászorulók kapjanak. Az Oxygen Media rendszeresen segít ott, ahol arra a legnagyobb szükség van. A cég már a győri állatmenhelynek is gyűjtött adományokat. Remek mérkőzésen 22-20-as győzelmet aratott a győri Audietól KC a Bódusznos Podgorica ellen a női kézilabda bajnokok ligája középdöntőjében. Ezzel a sikerrel a győriek utolérték a csoport elején a montenegróiakat. A győriek nem csak taktikailag bizonyultak jobbnak riválisuknál, de több kiemelkedő egyéni teljesítmény is hozzájárult a sikerhez. A találkozó után a főszereplőket kértük az értékelésre. Ez nem csak a két pontról, ez nem csak az ellenfélről szólt, ez arról szólt, hogy hogy szereztük meg a két pontot, illetve hogy veszítesz. Mi ma nem veszítettünk, ma mindenki elégedett lehet, de nem az eredmény miatt, hanem a játék és a játékosok erőfeszítése miatt. Ez a győzelem most valóban szép volt, mint bármely más győzelem. Nagyon jól kezdtük újra a bajnokok ligáját, szereztünk két pontot, de ez ennyit jelent, semmi többet. Ezt kell mindenkinek tudni és megérteni. A következő mérkőzésen ugyanilyen intenzitással, ugyanilyen szívvel kell játszani, ha szeretnénk újra két pontot szerezni. Úgy éreztem, nagyon jó döntéseket hoztunk, csapatként harcoltunk, azt csináltuk, amit akartunk, amit megbeszéltünk a mérkőzés előtt. Jól játszottunk, okosan és jól védekeztünk. Az egyik legnagyszerűbb mérkőzés volt az életemben, elképesztő volt. Szereztünk két pontot a Buducnost ellen. Nagyon büszke vagyok a csapatra, ez nagyszerű munka volt. Úgy vélem, mindenki magas szinten játszott ma. Ez segített, nem mondom, hogy könnyű volt, de jó volt, hogy láttam a labdát hátulról. Együtt küzdöttünk, és ezt nagyon jól csináltuk ma. Ez az, amit vinnünk kell magunkkal a következő mérkőzésekre. Ezt nem lehet összehasonlítani a norvég játékkal. Ez egy sokkal magasabb szintű liga, erre fejben kell átállni, hogy ilyen szinten tud játszani, de az nem okoz problémát. Rengeteg energiát éreztem magamban és a csapatban is. Volt egy nagyon jól végigedzett hetünk. Éreztem, hogy lehet esélyünk, és ebben bízott mindenki. Sikerült is. Talán sikerült meglepnünk őket ezzel az 5-1-es védekezéssel. Úgy látom, hogy az idén játszott mérkőzéseken, leginkább a Midland elleni utolsó találkozó második félidejében nagyon jól működött ez a rendszer. Ez adott esélyt nekünk, hogy megnyerjük akkor a mérkőzést, és hogy egyenlítsünk egyáltalán. Az is ennek az 5-1-es rendszernek volt köszönhető. Megvan az állóképességünk, hogy jól játsszuk ezt a rendszert, akár csak a hatos falat. A lényeg, hogy tudjunk két különböző formát magas szinten játszani a védekező játékosainkkal és a kapusokkal. Győzelemmel kezdte az új évet a CMB Cargo Uni Győr a női kosárlabda NB1-ben. Az évnyitó mérkőzésen a Zalaegerszeg csapatát győzték le magabiztos játékkal. Völgyi Péter tanítványai a mérkőzésen végigvezetve 26 ponttal bizonyultak jobbnak a Zala megyei csapatnál.
A női kosárlabda NB1 a hétvégén a 11. fordulóval folytatódott. Győrben a CMB Kargó Uni Győr a ZTE NKK gárdáját fogadta. A vendégek a volt győri Nagy Dóra hármasának is köszönhetően nagyon jól kezdtek. A hazaiak azonban a remekül játszó Laklót Anna pontjaival, valamint az alajaktól érkező Varga Zsófia kosaraival megfordították az eredményt. Az első negyed végére a különbség 8 pontosra hízott, 18-10-zel zárult az első játékrész. Hát tudtuk, hogy a győri nagyon erősek a palánk alatt, és hogy a lepatlanók arra figyelnünk kell, de ez ma nem sikerült, és nagyon sok második lehetőséget adtunk nekik, és ez döntő volt ma este. A második negyedben nagyon jól összeállt a győri védelem. A vendégek az első 4 percben mindösszesen 1 kosarat szereztek, míg a zöld-fehérek rendre a gyűrűbe találtak. Rövid idő alatt 14 pontosra nőtt a két gárda között a különbség. A nagy szünetre a hazaiak 33-19-es megnyugtató előnyt kovácsoltak össze. A lepattanozás jól sikerült, azzal mindenképpen. A csapdát csak időszakosan vették elő. A Zalaegerszeg a korábbi években többet használta ezt a csapdázós 2-2 védekezést. Azt gondolom, hogy azt is időszakosan sikerült megoldani. Volt, hogy jól reagáltunk rá, de azért van, ahol reagálhatunk volna jobban is. A 15 perc szünet után sem találta a ritmust az Zalaegerszeg, a győriek pedig ezt kihasználva tovább növelték előnyüket. Radocsáj kosarával már 20, Kori Zicserével pedig már 25 pontra léptek el a hazaiak. A vendéggárda ezután egy kicsit magára talált, de 20 pontnál közelebb nem tudott zárkózni. A harmadik negyed végére 22 pont maradt a győri előnyből. Nincsen mélységi játékunk, és csak a külső dobásokra hagyatkozva, csak akkor lehet szoros mérkőzést játszani, hogyha azokat pontosan be is dobjuk. Mi ezt nem tettük meg, nem csak ezen a meccsen, hanem sajnos máskor sem, éppen ezért nagyon nehéz ilyenkor akármik szoros meccset is játszanunk. Az utolsó felvonást újra próbálta meghajtani a vendéggárda, de a lendület nagyon hamar elfogyott. Rövid idő alatt újra 25 pontos hátrányba kerültek Gál Tamás lányai. A zöld-fehérek pedig magabiztosan játszottak a mérkőzés végéig, a meccs utolsó kosara pedig nem csak a végeredményt, hanem a mérkőzés legnagyobb különbségét is jelentette. Jól osztottuk el a védőfeladatokat, támadásba akadoztunk kicsit, főleg zóna el nem találtuk azokat a befejezéseket, amit kellett volna. Ettől függetlenül örülök, mert 3 hét után játszottunk újra bajnokit, mindig nehéz az ilyen újrakezdés, jó ritmusunk volt, és ez a védekezésükkel teremtettük meg. Úgyhogy főleg az első fél időben kapott 19 pont volt, ami extra teljesítmény. A CMB Kargó Uni Győr magabiztos játékkal 26 ponttal 72-46-ra győzte le a Zalaegerszeg csapatát. A győriek így megőrizték pozíciójukat a tabellán a Sopron mögött, a Zalaegerszeg csapata pedig a pontvadászat 8. helyén áll. Utolsó mérkőzésén 2 góllal búcsúzott a Rába Etó futszál csapatától Drót Zoltán. A játékos, aki a BL győztes kazak Kajrat Almatiban folytatja pályafutását, utolsó meccsén a Veszprém ellen lépett pályára zöld-fehér mezben. A győriek 6-3 arányban bizonyultak jobbnak a vendéglátóknál, ezzel pedig továbbra is magabiztosan vezetik az NB1-es tabellát. Gyűlnek a karácsonyfák városszerte a gyűjtőpontokon, mivel a fákat újrahasznosítják, minden díszt le kell szedni róluk kidobás előtt. Visszatekintünk az elmúlt hetek legfontosabb eseményeire is. Megmutatjuk például a 2016-os év első kisbabáját, aki éppen Győrben látta meg a napvilágot. Nagy csatában 22-20-ra győzte le a győri Audi Eto KC a Vuduznos Podgorica együttesét a női kézilabda bajnokok ligájában. A meccs után a főszereplők értékeltek kameránk előtt. Az új évben sem maradunk programajánló nélkül, Korródi Petra már itt is van a stúdióban, térségünk legjobb kikapcsolódási lehetőségeivel. Szia Petra! Szia és köszöntöm a nézőket! A Muzsika hangja musical holnap a Győri Nemzeti Színházban. A 30-as években Ausztriában játszódó mű eredetileg egy amerikai zenés filmdráma, amelyet Hollywood egyik klasszikus musicaljeként tartanak számon. A darabban az apácának készülő árva lány és a nyugállományba helyezett tenger alatt járó parancsnok romantikus története mellett felvillan a fasizálódó Európa fenyegető képe is. A Muzsika hangja holnap délután 5 órakor kezdődik Győrben.
Aztán Dombovári István önálló estje Tatabányán a Vértes Agórájában. A 12.021 gram című est vendége Bellus István. Dombovári István tehát holnap este 7 órától Tatabányán a Vértes Agórájában. Most pedig nézzük, hogy milyen időjárás várható a következő napokban. Csapadékmentes és napos lesz a kedd az előrejelzések szerint Magyarország északnyugati felében. A légmozgás is enyhe marad, az eseménytelen időben a hőmérséklet az átlag felett alakul majd. Kedden hajnalban 4, amíg reggelre 7 fok körüli értékek várhatók. Kedden délutánra is marad a tiszta idő, több órás napsütésre lehet számítani, a nappali csúcs 6-8 fok között alakul. Kedden estére is marad a tiszta időjárás, a nap végén 3-5 fokot mérhetünk majd. Csapadékra lehet viszont a folytatásban számítani a hosszú távú előrejelzések szerint északnyugaton. Szerdán eső lesz, a nap elején és végén 2, amíg a nappali csúcs 7 fok körül alakul. Csütörtökre nem mondanak csapadékot a meteorológusok, a reggeli és az esti órákban -1, amíg nappal +5 fok valószínű. Péntekre már ismét mondanak csapadékot, elsősorban havazásra van kilátás, a nap elején és végén -2, amíg napközben +1 fok várható. Kedves nézőink, Önök az Oxigén Televízió esti hírösszefoglaló műsorát látták január 11-én hétfőn. Ha tehetik, nézzenek bennünket holnap este is, hiszen 7 órától újra jövünk majd Győr Mosonsopron és Komárom-Esztergom megye friss híreivel. Mára köszönöm megtisztelő figyelmüket, kellemes pihenést, jó éjszakát kívánok, a viszontlátásra!